a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Két percben mindenkire nyilván nem lehet reagálni, de annyit engedjenek meg, ez mindannyiuknak szól, hogy azt, hogy a sargentini jelentés valójában nem más, mint támadás a kormány migrációs politikájával szemben, az semmi nem igazolja jobban, mint az, hogy önök ezt egyhangulag, egyöntetőleg mindannyian el akarják hazudni. Gyurcsány Ferencről szeretnék néhány szót szólni, hogyha szabad. Úgy látszik, hogy a volt miniszterelnök ma reggel fölébredt, tükörbe nézett, majd 15 percen keresztül üvöltözte azokat a bűnöket, amiket ő követett el. Ezzel egyébként nagyon jól tette, mert ezzel kiválóan pozícionálja magát az ellenzék vezetőjének a szerepébe. Akire külön szeretnék még reagálni, ha megengedik, az a Jobbik. Mert azt a farizeus magatartást, amit migráció ügyben önök folytatnak, ahhoz, arra nincs más példa. Gyurcsány Ferenc az világos. Ő be akarja fogadni a menekülteket a saját otthonába is, beengedte őket, na persze pár napig, de önök ezt elhazudják. Emlékeznek rá, hogy a népszavazást követően szükség lett volna az önök szavazatára az alkotmánymódosításkor? Ugye, amikor nemzeti konzultációt folytattunk, önök azt mondták, népszavazás kell. Amikor népszavazás volt, azt mondták, alkotmánymódosítás kell. Amikor alkotmánymódosítás volt, akkor nemmel szavaztak. Most újra beterjesztettük ugyanazt az alkotmánymódosítást, mit csináltak? Igennel szavaztak. A kettő között mi az egyetlen egy különbség? Az, hogy a korábbi ciklusban a kormánypártoknak nem volt kétharmada, tehát szükség lett volna az önök szavazatára. Most kétharmada van, nincs szükség az önök szavazatára, most természetesen támogatják. Az Európai Parlamentben önök nyilatkozták, az ön frakcióvezetője mondta azt, hogy ez a jelentés a legsúlyosabb kommunista időket idézi. És mit csináltak az Európa Parlamentben? Szükség lehetett volna az önök szavazatára, adták ezt a szavazatot Magyarország érdekében? De hogy adták, újra nem voltak hajlandóak segíteni Magyarországnak. Ennél farizeusabb magatartás nincsen. A többiekről tudjuk, migránsokat akarnak, mert belőlük akarnak szavazókat vásárolni. Köszönöm szépen!